Wojtek Éva, a könyv egyik szerzője betekintést nyújtott a magyar cukrászati hagyományok világába, mesélve a könyv megírásának inspirációiról és az édesség kultúra különleges értékeiről. Elmondta, hogyan gyűjtötte össze a tradicionális desszerteket, amelyek generációk óta őrzik a cukrászmesterség hírnevét. Két részből áll a könyvünk. Az első részben a értéktárban szereplő, kimondottan cukrászati témájú tárgyak vagy tehát termékek, vagy pedig cukrászdák kerültek felsorolásra, és a második részben pedig a Magyarország tortái, amiről most itt örömmel jelenthetem be, hogy a maga a rendezvénysorozat, miután unikális a világon, ez most a kiemelt értéktár bekerült, értéktárba került, és hát pályázunk a Hungarikum elnyerésére is ezzel a rendezvénysorozattal. Cukrászdák kerülnek bemutatásra, cukrász életek kerülnek bemutatásra, ilyen például a Dombóvárhoz kapcsolódó Rákóczi János, illetve cukrász termékek, ilyen a Rigó Jancsi, Somlói Galuska. Nincsenek receptek a könyvben, hanem történetek vannak. Mert arra gondoltunk, hogy aki receptfüzetet akar venni, az majd megveszi, itt inkább a történet az érdekes. És azt tapasztaltam, hogy a világot járva, minden országban van minden süteménynek, legalábbis a tradicionális süteményeknek egy-egy története. És nekünk ez úgy nem nagyon alakult ki. Nehéz ezért például a sütemények keletkezését előkeríteni, főleg a régmúlt időkből. Ugye hosszú ideig tartotta magát például az a feltételezés, hogy a zserbó készítette a zserbó szeletet, de ez nem igaz. Nincs bizonyítva, hogy igen, és nincs bizonyítva, hogy nem. Vagy hát ilyen, hogy a somlói galuska, hogy hát az nyilván ott valahol Balatonon azért készült, mert, és akkor mindenki mondott valamit, de nem, az egy fóti cukrászhoz kötődik. Szóval ilyen, hát hogy mondjam, pelmeleket, ahogy a francia mondaná, osztunk meg az olvasóval, és remélem, hogy sok érdekességet és újdonságot fognak találni benne. Az eseményen Gábor Sándor mester cukrász különleges desszertválogatással jelent meg, és elhozta a klasszikus Rákóczi túrós lepényt is, amelynek ízvilága valódi időutazást kínált a vendégek számára. A magyar rapszódia apropója, hogy Rákóczi János itt született a város mellett egy kis pusztán, és mi felkutattuk az eredeti receptet, ez már 10 éves történet, és az szerint kezdtük el sütni a Rákóczi túrós lepényt. Erről nagyon sok cikk jelent meg, sokfele megjelentek erről különböző hírek, elkezdtek jönni buszos csoportok az eredeti lepényt kóstolni, és hát most már oda jutottunk, hogy a Rákóczi túrós lepény az gyakorlatilag kiemelt nemzeti érték, tehát a Hungarikum előszobájába került ez a Rákóczi János vonal. A Magyar Rapszódia pedig én vállalkozásom, a nejemmel közös vállalkozásunk. Ennek a terméke kizárólag magyar alapanyagokból készült, és hát ez diplomáciai ajándékkal minősítették már több mint 10 éve, és hát ebből lett egy termékcsalád, és hát ezt is most meg tudjuk kóstoltatni a jelenlévőkkel. A könyvet én csak mint szereplő vagyok, gyakorlatilag a főszerkesztő tudta azt, hogy Dombóvárhoz ez a két termék is kötődik, és hát gyakorlatilag a Magyar Rapszódia, amely a, bent van a megyei értéktárban is egyébként, tehát, és hát a Rákóczi túros kapcsán is így bekerültünk kétszer ebbe a könyvbe. A program zárásaként a látogatóknak lehetőségük nyílt a könyv megvásárlására, amit Wojtek Éva személyesen dedikált. Az érdeklődők emellett meg is kóstolhatták Gábor Sándor mester cukrász incsiklandó különlegességeit, így a résztvevők ízelítőt kaptak a magyar cukrászat élő hagyományaiból.